Sziasztok, folytatjuk alanyjainkat középpölden a Hobbit második részének 4K-s felújított bővített változatának mozis bemutatójával, annak véleményezésével, ugye ez a Smoke pusztasága című a rész, amely sokak szemében már a sima változatnál is egyébként a legjobb Hobbit rész volt a három film közül, és ezt továbbra is tartom, hogy ez a legjobb, legváltozatosabb, bizonyos szempontból még legpörgősebb is, mert nem csak a csatapörgős, mert nem, mert az nem is nagyon van benne, hanem most már csak a harmadik részben, hanem úgy szinte majdnem minden a bakacsin erdős részen kívül valahogy úgy pörög, visz előre. Hát ez az, az egyik, ami miatt szerintem sokan nagyon szerették, mert nagyon változatos helyszíneken játszódni. Nem próbálja lemásolni egy az egyben a gyűrű szövetségét, mint az első rész. És mégis tud valami újat mutatni, és mégis tud egyszerre ismerős is lenni. A filmzenében is talán a legtöbb új téma az ebben a részben található, ezt maga a Howard Shore is elmondta, ami 17-19 témát írt újat a középföldi históriákhoz. Szóval tényleg egy eléggé újszerű változatos, de mégis sok elemében emlékezetes és régi filmeket idéző, írjuk a filmeket idéző Hobbit rész. Természetesen nem ér fel a Gyűrűk Ura filmekkel, hogy félreértsetek, de a Hobbit filmek közül egyintetően talán a legjobb. Hogy mit adott hozzá, például a bővítés, azt nagy részt kiveséztük, már ugye annól, amikor kibeszéltük, ha jól emlékszem, Daviddel, már jó régen, ezt elég sokan néztétek is, mind a három részt egyébként, bővített bemutatók esetén, illetve a Gyűrűk Ura bővített bemutatót is eléggé kedveltétek. Itt csak annyit mondanék el, hogy talán itt a Hobbit második részében is nagyon sokat ért és jelentett a bővített részek sora, kiemelni leginkább a humorfaktor emelését, ami például a Beornos résznél van jelen ebben a szegmensben a bővítések terén, de főképp ugye Thrain a karaktere, ugye a Thorinnak az apja, aki egyébként csak Thorin, de nem Thorin, de valamiért így lett annó fordítva a szinkronba, de esetve jelen esetben akkor Thorin apja, Thrain az, aki nagyon sok olyan jelenetet kap, amikor még nincs is benn a jelenetekben, meg a történetben, csak említésszerűen van jelen. Már az első rész bővített bizonyos jeleneteiben is említették őt, de itt a kezdéskor is már említik Thrain, ugye a Pajkos pontifogadóban, aztán még többször is említik, és hát hogy nem, végre elő is bukkan, ugye a Dol Guldur-i jelenetben, amely eléggé más ízt kap azáltal, csak is azáltal is, hogy Thraint megismerhetjük, illetve Thraint próbálja Gandalf megvédeni, persze, hát ez nem igazán sikerül. Aztán, amit talán még fontos a bővítések terén, szerintem a humorfaktor erősítése tekintetében és a szarkazmus, illetve a mai politikusok és a hatalom bükrében élő emberkék és vezetők tekintetében érdekes lehet ugye továbbra is a tóvárosi jelenetek, amelyek elég sok bővítést kaptak újfent, úgyhogy talán ezeket emelném így röviden ki, ezt a hármast főleg. A tóváros, a Beorni jelenetek és főleg a Thrainhoz kapcsolódó jelenetek, amelyek eléggé magatosztatják a jelenetek sorát szerintem pozitív módon. Vannak sajnos azért olyan bővítések is ebben a plusz 25 percben, amelyek kicsit lassítják a filmet és kicsit erőltetettek, de szerencsére ebből van kevesebb ellentétben az első részhez képest, ahol inkább ebből volt több, bár ott csak 13 vagy 12 plusz perc volt. A 4K-s felújítás egyébként nagyon jól sikerült, újfent tökre látványos volt, megint lejátszották előtt az Avatar 2 előzetesét, és megint konstaláltam, hogy mennyivel jobban néz ki a 4K-s felújított hobbi, ami szerintem egy elég degradáló dolog, főleg annak fényében, hogy már most előre ajnározzák néhányan, például a Guillermo del Toro az Avatar 2-t, már láttak belőle a részleteket, most hivatalosan és elvileg végeztek a film utómunkálataival, és most elkezdték reklámozni, hogy milyen csodálatos és látványos, de az a durva, hogy nekem még a látványa se fogott meg, ahogy néztem sokakat a trailer alapján. Tehát ha pedig az nem fog meg, akkor az Avatar egy nulla, hiszen például a párbeszédek a trailerben legalábbis nagyon gyatrák voltak, majdnem gyatrábbak, mint az első résznél, ami nagy szó.
Úgyhogy hát meglátjuk, látványban tud-e még esetleg javítani az utómunkálatok után. De egyelőre a Hobbit 4K-s változata, meg annó a Gyűrűk Ura trilógia 4K-s bővített változata szerintem egyről a kenterbe verte az Avatar 2, legalábbis a trélelek alapján, de hát ugye az egy több mint 3 órás film lesz. Hosszabb lesz, mint a két bővített Hobbit egyébként. Majdnem olyan hosszú lesz, mint a Gyűrű Szövetsége bővített változata konkrétan. Vicc. Na mindegy, de visszatérve a Hobbitra, azt kell mondanom, hogy a Hobbit 2-ben az is nem tetszett, hogy a különböző népeket kicsit jobban megismerhettük. A törpöket persze az első részben is azért jobban ismerhettük, de itt még mélyebbre térhettünk az ő kultúrájukat, illetve az otthon szeretet, azt szerintem annyira egy fontos mondani való ebben a részben. Ja, amikor belépnek a hegy mélyébe, Ereborba, hihetetlen. Jó, hangulatos és érzelmes rész. Aztán ugye ott vannak a tündék, akiket eddig nem ilyen stílusban ismertünk azért meg. Most megtudhattuk azt, hogy a Bakcsin erdei tündék azért kicsit másabbak, kicsit szürkébbek, nem annyira jó szívűek. Inkább önös érdekek mozgatják, főleg a királyt, de nem csak őt, hanem másokat is. És hát ugye megkaptuk a tóvárosat is, mint szintén új helyszín, és az ott lakó tóvárosiakat, na, azt én sem tudok. Tehát az is egy nagyon jó a hatalom központú irányításról szóló ilyen rész volt, illetve hát ugye a kémkedések, hát a hatalom központúság, illetve az is nagyon tetszett az egy bővített ottani jelenetben az van, hogy nem tudsz egy olyan törvényről, mondja a túlvárosi polgármester, amelyben valahogy leállíthatnánk, lekorlátozhatnánk egy bizonyos révész jogait. Egy bizonyos révész, a hülyeséget mondtam most hirtelen, bizonyos révész a végül is az a bárd. A lényeg az, hogy és akkor erre válaszolja a rohadék Alfred, hogy utána nézek, megnézem, rendben, írok is egyet. Ez mennyire igaz a mai bizonyos hatalma gondolkodásához, hogy hát akkor írok egyet egy nap alatt, azt ugye éjfélkor beadjuk a parlamentben, nem is tudom, hogy hol láttam ilyet már többször az elmúlt 10 évben, de hihetetlen, hogy egy fantasy, hogy tud, csak a tóvárosi jeleneteknél mennyi hatalomtechnikai húzást bemutatni, és hogy tud tükröt mutatni ezeknek a típusú vezetőknek. És ez egy gyerekkönyvből készült fantasy, tehát én ezért is tartom még fontosnak és értékelhetőnek igazán a második epizódot, mert ilyen dolgokat is mond. Persze ott vannak a tanulságok, a mondani valók, amelyeket szintén akár a törpök vonalán, a smogos vonalon megkapunk, és lehetne még sorolni. Meg ott van a jó és a gonosz örök harca. Itt van, ugye megismerjük Legolaszt újfent, akik még esetleg ugye nem látták a Gyűrűk Urát, nekik ez lesz az első találkozás. És hát már itt meg fogják tudni, hogy milyen akrobatikus. Ja, hát a Gyűrűk Ura miatt itt is kötelező volt valószínűleg őt berakni az akrobatikus mozdulatait, illetve hát sokan mondják, hogy erőltetett volt az, hogy egyáltalán szerepelt, de hát ő Trandul fia, mire szerepelhetne a történetben, ha még akar, hogy mert nincs is sok információ egyébként ő róla. Legalábbis a hobbiban. Trandulért egyébként szintén egész jól megvalósították, hiszen ő is egy ilyen pökhendébb, nagyképű király. Hiába tűnt, de ő is egy tükör fehér és tiszta. És ezt tetszett, hogy ezt így ilyen szempontból bemutatták. Ja, hát annak negatívumai a filmnek, tehát például a Bakcsin erde is része szerint túl van nyújtva. Véleményem szerint. Tehát főleg ezek az álmosítós részek, amik nem csak a karaktereket, hanem minket is kicsit el tudnak álmosítani. Illetve még talán, amit mondanék, van egy-két bővített rész, amikor itt is ugyanarról beszélnek, amiről már szó volt. Volt ilyen a két torony bővített részek egy-két része esetén, illetve a gyűrűszövetség egy-két bővített jelenete esetén is, hogy amit az alapváltozatból is már elmondtak, gyakorlatilag meg ismételnek a bővítések során, és itt is jelen volt ez a dolog párszor, tehát nem zavaró egy-kétszer. Ami még talán fontos, hogy a hanghatások továbbra is nagyon durvák, a zene is nagy betűkkel, és nem volt túl hangos a mozi.
pont a megfelelő hangzás volt véleményem szerint, mert valamikor vagy túl hangos, de olyan is találkoztam, amikor halk volt például a beszéd egy-két mozi esetén, de itt ilyen nincs. Úgyhogy ez tökéletes volt, nem volt vele semmi baj. És láthatóan olyan, mint hogyha 4K-s Blu-ray-t használnák, mert látszott a Hobbitoknál, most nem volt színet, hogy mikor volt a felezés körülbelül, ami ugye a Blu-ray-eknél is van, az a 4K-s lemeznél, hogy megáll és feleződik, és onnan folytatódik a következő lemez. Ilyenkor egy ilyen fél percre majdnem megállt a vetítés. Tehát ilyen fekete képernyő volt, de aztán persze vetőzötte a második felét az alkotásnak, a filmnek. Úgyhogy nekem összességében ez nagy élmény volt, nagyobb, mint az első részé, sokkal kalandosabb filmet láthattam, egy sokkal szívhez szólóbbat, egy sokkal pörgősebbet, és egy sokkal újszerűt, annak ellenére nagyon sok ismerős elem és karakter előtűnt. Az első részhez a másik rész sokkal újítóbb jellegűnek hat, még a totális valójában nem teljesen újít itt a dolgokon, de mégis legalább nem egy copy-paste egy Gyűrű Szövetség, és ez nekem pozitív volt továbbra is. Úgyhogy köszönöm, hogy hallgattatok, ha néztetek minket, majd lezárjuk ezt a trilógiát, természetesen a Hobbit harmadik részének bővített 4K-s fordított változatával a jövő hét vége fele valószínűleg. Addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!